Az ott van egy három vágányos állam, más majd azt is meg fogjuk nézni mindjárt. És akkor egy olyan 20 kilométeres volt. Lesz köztem három megállóhely, vagy állomás. Az egyik az Halszta, az úgy tudom, hogy az állomás, Állompuszta, az megállóhely, és a Dunatetétlen pedig szintén megállóhely. Ez a három lesz 20 kilométeren keresztül. És 6 kilométer múlva lesz Halszta a következő. Ez lesz a leghosszabb ilyen megálló távolság, vagy állomás köz. Úgyhogy hajrá, tartsatok velünk, mindjárt megnézem a szelvénykövet is, hogy mennyit ír. Mert maga a vasúton az 50 km hosszú van. Vasútállomások.hu, meg az Eltira szerint is. És ezen a szakaszán már nincsen forgalom 2007 óta. Mióta a személyi forgalmat leállították, erre már tehervonat se járt, ez gondolom látszik a sínkoronán is. Hát haladjunk tovább. Hát ha jól látom, be eléggé le van kofva, 497-et mutat. Tehát ez a majdnem 50 km, az még lehet is reális, mert ugye 50 km-nek írják a vasútvonalat, tehát az lehet, hogy akkor 49,7 km. Solt pedig a 300-as környékén van. Tehát valóban egy olyan 20 km-es túra vár ránk. És itt van, innen kezdődnek a kitérővágányok is, és itt irányban a helyszínállítású váltó. Hát az látszik, hogy ezt 12 éve nem használták, gyakorlatilag azóta itt rosdásodik. Valószínűleg, amikor még személyi vonatok jártak el, akkor egyszer-kétszer körüljárásra használhatták, bár úgy tudom, hogy az utolsó időkben csak szóló BZ motorkocsi járt erre. Úgyhogy akkor sem mindig használták. Szerintem a vonalnak az utolsó évében maximum a hétvégi nagyobb forgalom miatt rakadtak be pótkocsit a BZ motokra, és esetleg akkor használták körüljárásra. De hát ezt nem tudom, ennek még utána kéne nézni. Az utolsó képet, amit innen láttam Dunapatajról 2007-ben, a megszüntetés előtti napokban, ott egy szóló motorkocsi jött le. És egyébként mindjárt néz. Maga az állomása viszont úgy látom, hogy jó állapotban van. Még az is lehet, hogy lakják. Ezt majd közelebb megyek, és akkor ezt majd mindjárt kiderül. A maga az állomás épület. Hát az emeleti rész volt az a szolgálati lakás ugyanígy, csak ahogy látom, már OSB lappal be van deszkázva, úgyhogy valószínűleg már nem lakják. És igen, és az összes nyílászáró OSB lappal le van zárva, úgyhogy jelenleg lakatlan. Egyébként rossz helyen nincsen, mert ahogy látjátok, itt az utcában is több ház van mellette, és egyébként a buszmegállóról leszálltam, az is egy kb. 300 méterre, ha van innen. Egyébként szerintem Dunapatalj nem is egy nagy település, szóval igazából busz meg a vonat az majdnem ugyanott van. Úgyhogy nem az volt az oka annak, hogy meg kell leszüntetni, hogy kihasználatlan lett volna azért, mert túl messze van a vasútállomás. Vagy ha kihasználatlan volt, akkor nem emiatt. Igen, hogy arra fogunk tovább menni, ott azért már látszik, hogy elég koszos a pálya. Hát igen, itt már ilyen 2007 óta nem járt semmi. Errefele még időszakos teherforgalom sincsen, mint Soltnak. Igen, valószínűleg ez volt a váróterem, és ez pedig a forgalmi iroda. Próbálunk belesni. Igen, valószínűleg ez volt a váróterem, és ott lesz az ablak lehetett a pénztár, de nagyon nem látok semmit. Igen, itt van. Itt két pad volt, de a falészét azt már valahol valószínűleg eltüzelték. És akkor nézzünk be ide. Ez látszik, hogy a pókhálókból mindenből nem nagyon járt erre mostanában senki. Hát nem is nagyon lehet itt belátni. Még az utcafronti részt megnézem, hogy hát ott látok valami érdekeset, mert nem valószínű. És ezen a részén ki se lehet menni, mert annyira benőtte a gaz. Igen, ja, meg itt kerítés is van. Aha, itt lenne a villanyóboda szekrény, csak az is le van lakatolva. Jó, úgy látom, hogy ez is le van. Úgyhogy villanyóbodából se lehet következtetéseket levonni. Van-e fogyasztás, vagy nincs, mert a
Ezt látjátok, a betápvezeték megvan, de hát a villany be van kötve. És így néz ki az utcafrontról. Látszik, mondom, az emeleten szolgálati lakások lehettek. És itt van a forgalmi iroda és a váróterem. De itt is be van deszkázva. Na mindjárt közelebb megyek, megnézek hát, hogyha itt is esetleg be lehet látni. És mellette viszont a légi rakodó van, majd arrafele fogok visszamenni. És azt is megnézem. Sok mindent itt se lehet látni. Itt se hagyták kint, mint egy-két helyen. Hát igen, biztos ez volt a váróterem. És itt volt régen a rakodó. Hát látszik, azért egy-két sóder, meg kavics, meg ilyesmi van itt, de ezeket már biztos, hogy közúton viszik el. Itt teherforgalom már akkor se volt, amikor a személy szállítás miatt még a BZ-k eljártak idáig. És innestől látszik az abszolút elhanyagolt pálya állapot. A vasútállomás területén még valamennyire gondozták itt a gyepet, meg legalább egy gyomírtóval végigmentek rajta, innen már semmi. Ez volt egyébként az átmenő vágány. Ott arrafele még látszik a peron is, ez a nagyon keskeny, de egy BZ-nek pótkocsival elég. És másra meg itt nem volt szükség. Úgyhogy hát így néz ki maga az állomás, eddig. És hát akkor irányabb, hát reméltem, a nagy bozót halsz azért nem lesz, bár ugye 12 éve nem járt erre semmi, úgyhogy lehet, hogy lesznek olyan helyek, ahol nagyon küzdeni kell az előrehaladásért. És szerintem ez volt régen a mérlegház, vagy hát nem mérlegház az nem, mert mérleg az nem volt, viszont itt van mellett az élő állatlakodó. Ezt megnézzük innen esetre. Nyilván a üzemőfalnak azért használják. Hát látjátok, ha így jártál, válaszol, hey, hello, visz, igen. Hát mondom, nyilván a üzemőfal, hát mert még valószínűleg a Facebook előtt. Hát. Mindenfelé közérdekű közlemények. Aztán lehet készülni a bozót harcra. És ez is itt van. De, ki tudom. Akkor lessünk be. Hát aztán nem tudom, mi akart lenni pontosan, de mondom, mi már itt van mellette az élő állatrakodó, lehet, hogy itt hajtották fel az állatokat. Vagy szerintem ez régebben valami áruraktár lehetett inkább. Minden esetre most nem nyomozzuk tovább. És mondom, itt volt az élő állatrakodó, tehát itt volt még egy lámpa régebben, és ezek így néznek ki, és akkor itt lehetett a vagomba behajtani az állatokat. Mondom, általában ilyen disztót meg teherneket vittek régebben főleg. És szerintem az áruraktár akkoriban lehetett még ott, amikor még a darabáru fuvarozással is foglalkozott a vasút, de hát ezt már nagyon-nagyon régóta leépítették, ez még a közlekedés politikai koncepció idején leépítették a darabáru fuvarozást. És hát akkor menjünk egyenesen ott a váltók között után, mehetünk ki a nyílt vonalra. És az állomásnak a harca felőli vége. Itt ágaznak ki a vágányok. És itt arrafele a harmadik. Az első és a második az átmenő vágány. És egyébként volt még adat el, hogy itt a Dunapatajtól tovább építik a vasútvonalat Bajáig. Kalocsáig úgy tudom, hogy el is kezdték a sineket lefektetni egy szakaszon, illetve az alépítmény az el is készült, de aztán pénzhiány miatt leállították a projektet, és sokáig, ilyen az 50-es évek végéig kb. Még vonatpótló buszokat is indítottak rajta, úgyhogy olyan. Úgyhogy maga a vasútvonal soha nem létezett, tehát egy gumivasútnak is hívták. De vittek teherárut, tehát áruforgalom volt teherautókkal, a vasúti díjszabály szerint, illetve sokáig az elkészült töltésen járta a vonatpótló busz is. Aztán később már inkább a közúton ment, de
annak és ott is állomások, megállóhelyeket is megkülönböztették, forgalmisták, menesztették a busz, tehát gyakorlatilag mintha vasút lett volna, úgy működött. Tehát azért is, azt hiszem gumivasútnak hívtak, és valamikor a 60-as évek elején szűnt meg. És egyébként a terv az volt, hogy innen tovább Kalocsa, és aztán Baja. Aztán elkezdték az alépítményt, mondom, építeni, csak ugye pénzhiány miatt leállították, vagy gondolom, hogy pénzhiány lehetett, mert akkor ez egy kiemelt beruházás volt még az 50-es évek elején, aztán eltelt egy pár év, és leállították az egész építkezést, azzal, hogy majd később folytatják, amiben soha nem lett semmi. És akkor kint a nyílt vonalon, hát látjátok, itt azért már nehezebb, a fák azok már bőven az űrszelvénybe lógnak, sínkoronát megnézve látszik, hogy teljesen rozsdás, tehát itt biztos, hogy már évek óta nem járt semmi. Tehát ahhoz képest, hogy a Kunszer Miklós tastól Soltig nézzék, karban volt tartva a vonal, meg az űrszelvény is megvolt rendesen, tehát azt gondozták, és a sín is sokkal fényesebb volt, persze, mert ott időszakosan azért van terforgalom. Tehát a tehervonatok miatt azért a pályát karban kell tartani. Meg azért az, hogy néha elmegy rajta egy vonat, az meglátszik rajta az ember. Viszont az is látszik, hogy szerintem 12 éve mióta bezárták a vonalat, erre nem járt semmi. Viszont azért akkora dzsumbúj szerencsére nincsen még, úgyhogy most ezen a szakaszán még úgy tűnik, hogy egész jól járható a vonal. Hát aztán meglátjuk, hogy kijebb majd mi lesz. De egy körülbelül még egy 6 kilométert kell így gyalogolni, és akkor jön halttal. És az épületek sincsenek már meg, úgy tudom. Illetve állampusztán biztos, hogy nincs már meg. Az a megállóhely épülete, arra láttam képeket, hogy bontották. Hát, hogy a Dunatetétleni megvan-e, ha volt egyáltalán, azt viszont nem tudom. De a Harcai szerintem meg lesz, mert az állomás volt, és még az is lehet, hogy lakják. Bár érdekes ez a vonalon, mert amikor Soltól jártam a Kunszer Miklós tastig, akkor is látszott, hogy például Apostol állomáson is megvolt még a szolgálati lakás, de meg Szalszermártalon is, és nem lakták pedig, és azt olvastam, hogy még évekkel ezelőtt is lakott volt. Tehát nem tudom, hogy milyen megfontolásból, neki hát lehet, hogy azt valakinek kiadták ugye bérleménybe, aztán kiköltözött onnan, vagy kihaltak onnan, és utána meg már nem, mert nem foglalkoznak vele. Vagy nem akarta senki kivenni, hát azt nem tudni. Már például az Apostol, aki az egész jó helyen van. Hoppá. Na, ott megy az M63-as. Aha, na. Mégis csak volt egy vonatos nekem 12 év után. Így átszaladtuk az M63-as. Megérkeztünk az első nem biztosított útátjáróhoz. Hát ezt se sűrűn használják, ahogy elnézem. Itt az András keresztet ma abszolút benőtte a gaz, de egyébként ott van, csak nem nagyon látszik. A másik oldalt még megvan az András kereszt. De az átjáró se úgy néz ki, mint amit sűrűn használnak. És hát akkor tovább a nyílt vonalon. Ez biztos, hogy régebben is biztosítatlan átjáró volt, nem az lehetett, mint a 13-as vonalon sok helyen látni, hogy fénysorompós volt, de leszerelték. Bár el tudom képzelni, hogy itt is szereltek le fénysorompókat. Mert ezt a szakaszt, ezt már biztosan feladták. Még hals volt itt nem is teljesen, mert ott ugye, mondom, ott azért van forgalom, még nem is sok. De hát majd, hogyha elére Soltól, akkor kiderül, de én úgy tudom, hogy Solt után kint van a vörös négyzet és a járhatatlan pálya részkezdete jelzés a vonalon, tehát hogy erre már nem jár semmi, maximum egyszer-kétszer az unimogos permetező, bár lehet, hogy már az se. Na látjátok, itt már nagyobb a gaz. Itt biztos, hogy nem gyomírtóztak már évek óta, különben nem burjánzana ennyire. És úgy látom, ez egy darabig még ilyen lesz, mert ahogy látom, itt elég hosszú egyenes van. Na, ismét egy különleges útátjáró jelző. És ott már látszik is a háttérben, még egy András keresztes lesz. Nem biztosítatlan. Hát itt most az erdei szakasz van. A helyzet változatlan, talán az egy kicsit kisebb lett. És innek mellett egyébként a pálya, amit látjátok, talpás. Innen már betonaljaknak már se híre, se hanva. Sinek 48-asok.
és a pálya állapot sem változott semmit. És közben még, most már tavaszias idő lett, legalább most egész jó idő van, és dolgozhatnak az zümzümök is. Hallom is a hangjukat, fele. És az előbb láttam is itt egy siklót itt a sineken, de mire előkaptam a kamerát, már eltűnt, úgyhogy azt nem látjátok. De a gazdag élővilág megvan, fele. És itt már pálya állapotok is viszonylag jobbak, itt már kilátszik a tolfolgasztól. És akkor pillancsunk egy kicsit vissza Dunapataj felé. És irány tovább az ümmögés fele, egyébként nem a sineken vannak a mélyek valószínűleg, meg nem itt járkálnak át, hanem itt mellette itt a virágokat porozzák. De hát most a méhektől nem kell megijedni. Ott nem veszi. Ott a sikló. Bemászott a sinek alá. Nem akarok rálépni, úgyhogy csak így óvatosan megyek, de valahol itt volt. Hát ez eltűnt. Na mindegy, hát a siklótól se kell félni, mert kígyónak kígyó ugyan, de ártalmatlan. Nem támad, csak a piszkálják, és hogyha beléd is hadap, akkor sincs baj, mert nem mérgező. Vagy hát nem, ilyen hülyeségeket beszélek, miért kígyó, nem. Szóval nincs méregfoga, nem mérges kígyó. Itt úgy tudom, hogy Magyarországon csak a bükkben élnek viperák, ami mérges kígyó, aztán mondja a keresztes vipera, de az csak a bükkben él. És annak sem halálos a mérge. Úgyhogy nem kell mindenki kígyótól megijedni. Hát haladunk előre itt az erdőbe. Nem tudom, az erdei szakasz meddig fog tartani, de itt legalább járható a pálya valamennyire. Még a szelvénykövek is látszanak. Itt dolgoznak mellettem a méhecskék. De hát nem baj. Ők is végzik a munkájukat, meg én is, szóval. Megférünk békében egymás mellett. Na, látjátok, 482-es szelvény, ez azt jelenti, hogy már másfél kilométert haladtam előre. De még több mint 10 szelvény van. És még, hogy nem jár erre vonatot, egy M63-as, nézzétek. Ott van a Sincsavar mellett. Ott az M63-as, nézzétek meg. Csak kiesett a fókuszból ők elme. De ezt nézzétek, ez már majd, hogy nem járhatatlan pálya rész, itt már a bokot. Ott van benne az űrszelvénybe keményen. Egyébként itt már lassan vége az erdei tájnak. És egyébként így arrafele még mindig egyenes a pálya. És ott a háttérben, a másik irányban még látszik a közút is. Ahol jött a busz is, amivel jöttem idáig. És egyébként haltál a közútról, csak egy bekötőút van, tehát ott betér a busz, aztán visszamegy a főútra. A vasút viszont, gondolom, hogy ott a part a szélén fog elmenni. Az állomás épületet a buszból nem láttam, az nem érintette. De hát majd, hogy odaérünk, akkor kiderül. Egyébként már 2 kilométert jöttem. Úgyhogy szerintem még 4 kilométer, és akkor ott vagyok haltán. Hát, hogy 20 perc séta után a helyzet változatlan. Még mindig nyíl egyenes a pálya. Meg ugyanúgy a közút. Itt viszont már kicsit gazosabb lesz majd előre. Egyébként már közelítek harta fel, egy olyan másfél kilométer szerintem, és ott vagyok hartán. Na de meglátjuk. Egyébként az idő már sokkal jobb. Most lehet legalább egy olyan 16-18 fok, úgyhogy már a kabátot le is vettem. Nyíltelepen legalább jó idő van végre, ez ilyen vonalba járós idő van. Ahhoz képest, hogy reggel milyen hideg volt, úgyhogy most már csak előre. Úgyhogy a haltai állomásra szerintem a következő érdekesség a vonalon. És megérkeztem a legnagyobb dzsumbújba eddig, amit sikerült találni, de ez még nem annyira veszélyes, mert ez járható, csak ilyen ember, hát ilyen derék magasságig megnőtt itt már a fű, meg minden, de ez még úgy, ahogy járható. Viszont ebből látszik, hogy itt nem járt vonat már régóta, meg az is, hogy nem gyomírtózták a pályát, vagy legalábbis nem mostanában. De hát ezt nézzétek, micsoda ez egy dzsumbúj. És hát itt látszik a különbség az a pálya között, ahol 2007 óta már nem járt egyáltalán vonat, és
semmi. Meg ahol ugye a személyszállító vonatok már nem járnak, meg rendszeresen nem jár vonat, viszont alkalmanként azért még kiszolgálás van. Tehát, hogy ahol azért még megy vonat, néha-néha ott nem nő ki ennyire a gaz. Hát és akkor továbbra is hazafele. Hát még egy jó kilométer. És úgy látom, hogy még egész sokáig egyenes a pálya. És addig ez a gaz is megvan. De hát előre. Na ezt nézzétek, micsoda utakadály van itt. Hát eddig talán ez volt a legnagyobb. Hát nézd, szerintem ezt oldalról fogom megkerülni. Nem biztos, hogy ezen itt át tudok menni. Vagyis hát de, ezen még át lehet. És még szúrós is ráadásul. Nem tudom jobban megkerülni. És ismét egy egész szép dzsumbuja sineken. Hát ezen se lesz egyszerű átmenni. Ráadásul ezek a szúrós növények. Na viszont talán mellette el tudok menni. Ez kevésbé szúr. Ez az. Igen, na, ez mászli. Hopp. És itt járt valaki. Egy dobozos sör az már egyezményes ele annak, hogy valaki itt járt. De vajon mit keresett itt a nyílt telefon? Hát és továbbra sem olyan nagyon jó a helyzet. Bár most már talán kevesebb a dzsumbuj. Én is megtaláltam az első komolyabb átjárót. Ez is biztosítás nélkül, András keresztes, és az is volt mindig is, de itt nincs annak nyoma, hogy fénysorompó lett volna, és leszerelték volna. De ezt már azt gyakrabban használják, mint eddig bárméket, amit eddig láttam, és nem volt olyan sok. Itt van vége az erdei szakasznak is egyébként. Hát itt jön ez a földút, és az mindig az 51-es fő közútot arrafele. És ott a háttérben, mint a templomtól a környékén, az pedig már halta. Tehát most haladunk erre tovább, és akkor itt először van egy ív a pályában, egy nagyobb. Eddig gyakorlatilag végig egyenes volt. És haladunk tovább, és itt viszont már nem dzsumbolyos. Jobban lehet haladni. Mondjuk ágyazattal nagyon fel van töltve, ezért nehéz rajta menni, de legalább szúrós növényzet nincs. És innen szerintem ugye a max. 1 kilométer is ott vagyunk a haltai állomáson. Mindjárt megnézem, hogy hogy szervénél vagyunk. 452-es, tehát már majdnem 5 kilométert jöttem, és a vasútállomások pontú szerint 6 kilométerre van halta Dunafatajtól, tehát max. 1 kilométer is meg lesz. Szerintem, és utána már állampusztáig kevesebbet kell menni, meg aztán Dunatetétlenig is, viszont a Dunatetétlen solt az utolsó etap az lesz a leghosszabb. Az több mint 6 kilométer. Hát akkor haladunk előre, majd ott az ív után jelentkezek ismét szerintem, megnézem, hogy ott hova jutunk. Na. És itt vagyunk az ív után. Eddig még egész jó a képdő, de nézzétek meg, hogy a másik irányban mi van. Dzsumbujos rész ismét kezdődik. De talán ez a növényzet már nem a szúrós fajta, csak megnőtt a fű remélhetőleg, és a szúrós növényzet nem lesz. Mert úgy látom, hogy a következő 1 kilométert azt ilyen távon kell megtenni. Jó, az első dzsumbu után javult valamelyest a helyzet, és közben a 45-ös szelvényt is elhagytam. Az útnak az ednyerét megtettem, és találtam itt egy ilyen kis rév. Ez itt volt a sírák. Mit az, hogy sivillabda, vagy minek hívják ezt? Hát ez egy ilyen játéklabda. És itt jön a következő. Viszont van egy földút mellette, úgyhogy ha nagyon járhatatlan lesz a pálya, akkor itt tudok mellette menni. És egyébként itt a 449-es szelvény, nézzétek. Tehát most gyakorlatilag pont 5 kilométerre vagyok kb. Dunapatajtól. Legalábbis a végponttól. És Solt pedig ott a 300-as környékén van, tehát mondjuk a 14,9 kilométer még. Úgyhogy akkor szépen haladok tovább, aztán meglátjuk, hogy mennyi. De hát lassan most már meg kéne, hogy érkezzek haltára. És jön a következő dzsumbuj. És ismét egy átjáró, szintén nem biztosított.
viszont az használt, azért látszik a sárnyomokból, hogy autók azért járnak erre, vagyis hát inkább traktorok. És ez sem volt soha biztosított. És halt, amely mindig sehol. Én most már így egy kilométeren belül kell lennie. De hát csak előre. És nézzétek meg, mekkora gaz van itt már megint. És már eltűnt a földút is innen mellőlünk. Hát egyre jobb. És ezt nézzétek, egy nyilas táblához érkeztünk, ami azt jelenti, hogy az állomás közel van, mert ez a fekete nyilas tábla, ez a őrizetlen váltóra figyelmeztet. De ezt már az előző videóban is elmondtam, hogy erre vonalról szólt, mert hogy ugye Dunavécsénél is ugyanilyen volt, meg a postagnál is. Hát itt is, akkor halta is egy olyan állomás, ahol nem volt személyzet, valószínűleg a vonal életébe se. És egyszerűen csak kilakták a nyilas táblát, hogy őrizetlen váltópályán, és ennyi. De legalább nem bontották el az állomást. Mert volt, ahol ezt is megtették, aminek igazából semmi értelme nincsen, mert csak költségekkel jár, de megtakarítást meg nem lehet vele elérni. Viszont később meg a vonal zavarérzékenységét nagyban növeli. Még sok üzemelő vonalon is lehetne erre példát mondani, hogy az értelmetlenül elbontottál állomásokra. Na. Nem igaz, hogy a GPS belepofázik. Pedig ezt egyszer már kikapcsoltam. De egyszerűen szeret ezért kilométerenként beledumálni. Aminek igazából semmi értelme nincsen. Pedig hát ki van kapcsolva. Na jó. De mindegy, megyek tovább előre, aztán majd meglátom, hogy néz ki az állomás. Na most már legalább azt is tudom, hogy 40-es volt a pályasebesség. És még egy dzsumbú, és egyébként itt szágya volt a sideg mellett, és borzasztóan büdös van, de a videó a szagot nem fogja átvinni, úgyhogy ti ezt nem fogjátok érezni, amit most én érzek. Baromira büdös. És hát akkor megérkeztünk Harta állomásra. Látjátok, a 437-es szervény, tehát egész pontosan 6 kilométerre volt Dunapatajtól. Háromvágányos állomás. Tehát mondjuk maga az állomás, könnyéke, az most egész jól ki van gazolva. Látszanak a sinek a talpfák is. Mint hogyha ezt valaki gondozná. És ugye a két kitérő vágány. Vágányzáró solompók is megvannak még. Pedig szerintem itt szolgálat ma akkor se volt, amikor még személyvonatok jártak a pályán. De majd mindjárt megnézem, hogyha kicsit közelebb megyek, és akkor minden kiderül. Látjátok, itt van a rakodó. Az átmenő vágány eltűnik a gazba. A két kitérő is, ott a fák is belógnak az űrszelvénybe. És az állomás épületet mindjárt megnézem közelebbről. Ez se tűnik rossz állapotúnak. Minden úgy látom, hogy még bedeszkázva sincs. Tehát lehet, hogy ezt még lakják. Hát innen úgy tűnik, hogy mégiscsak ebbe be van USB lapozva. Viszont a villany be van vezetve, az látszik, és az egyik ajtó nyitva is van. Tehát ezt megnézem közelebbről. Na és akkor itt így néz ki a vágányok felül az állomás épület. Emeleten volt a szolgálati lakás, de jelenleg lakatlan. Arra fel úgy látom, van egy útátjárda, és van itt egy vágány, ami itt elkanyarodik a főgány. Ez egy iparvágány lesz, majd mindjárt megnézem, hogy ez hova vezet. És itt van az iparvágány vége. Bevezet egy üzembe, mindjárt megmutatom. Ahova sajnos sebe látni, nem lehet sebe jutni. És ugye ide húzták ezt a kerítést, tehát szinte biztos, hogy ezt az iparvágányt nem használják már. Ez az valami gabonatároló lehet irányézésre. De majd megnézem majd a sudálmása.hu, hát ha írnak valamit, hogy mi ez. És akkor milyen sétáljunk vissza. És egyébként majdnem az iparvágány jobb állapotban van, mint a rendes. Ezt nézzétek, van egy gyalogos átjáró. Itt hát a labirint korlátból nem sok maradt. És ennyi. Ez egy egyszerű gyalogos átjáró. Igazából eltűnt már az András kereszt is. És itt errefele. Ja, hát itt van még egy kiborítva. Kornát. És akkor vagy haladunk. Hoppá!
Itt viszont valami lehetett, szerintem van díszbel, vagy ilyesmi. Lehet, hogy itt volt egy fénysorompunk. Vagy nem, itt egy épület volt. De szerintem itt volt egy bakterház. A vonóvezeték? A vonóvezeték aknája? Ja, és ott egy megállás helyét jelző tábla is. Hát igen, valószínűsítem, hogy akkor itt lehetett egy váltóállító őrhely. Meg ott viszont lehet, hogy ott a másik átjában meg egy fénysorompó, és akkor annak a behatási pontja lehetett ez. Hát, mindjárt kiderül, csak érjek oda. Itt egy komolyabb útátjárás, és itt viszont el tudom képzelni, így ebből kiindulva, hogy itt egy fénysorompó volt, plusz a behatási pontnak a maradéka. Átmegyek a túloldalra, megnézem, hogy ott van-e valami. Aha, és szerintem az volt a kapcsoló szekrénye. Tehát itt akkor ezért volt egy fénysorompó, csak azt leszerelték. Akkor viszont itt kellene lennie valahol egy kiszámlálónak. Aha, itt volt a helye. Igen. Akkor itt egy fénysorompó volt. Az már biztos. Hát akkor gyerünk előre. Megint egy kicsit gazosabb lett a helyzet. Hát most már kevesebbet kell menni, kb. 3 km-en, és akkor állom puszta jön. És látjátok, a gyombúj az még mindig megvan. És ott arrafele lesz egy megint egy András keresztes átjáró. Szerintem amúgy biztosított átjárót már ezen a szakaszon nem fogok találni. Valószínűleg ami volt, azt is leszerelték már. 427-es szelvény, tehát kereken 7 km Dunapotajtól. Még 2 és állampusztára érkezek. És itt a következő átjáró. És ide érkeztem egy átereszhez. Hát a pálya állapotok mit sem változtak. Hát, ez a patak vagy akármi is már kiszáradt, ami fölött megy. És egy-két nagyjából fél úton lehetek most Halta és állampuszta között. És itt van még egy átedesz. Ez elebből megnézve, de itt sincs semmi. Semmi víz. Hát, semmi. Hát oda most nem megyek le. Ott. Csak dzsumbúj van, semmi egyéb. És egyébként 416-os szelvényt hagytam el az előbb. Azt jelenti, hogy már 8,1 km-t jöttem Dunapotajtól. És olyan 300 környékén most volt. De hát, vagyunk, és szerintem olyan 400 körül lesz állampuszta. Vagy egy picivel előtte. De már nem lehet messze. És sikerült megint egy erdei szakaszt elhagyni, és ezt nézzétek meg itt még az ágyazat is bányakavics, nem az a megszokott bazaltkő. Pálya talpás, a sinek 48-asak. És egyébként itt már egy nagy plasz van, és ott a közúttól is egy picit most már messzebb került a vasút. És szerintem egy olyan pár száz méter után lesz egy útátjáró, úgyhogy jól látom, és az lehet, hogy az már állampuszta. De hát haladok előre, aztán meg majd kiderül, hogy odaértem. És látjátok, itt van még egy nyilas tábla, tehát ez már biztos állampusztát jelzi elő. Mert elképzelhető, hogy megálló rakodóhely volt valamikor, és a rakodóvágány még megvan. Régebben sok megálló helyen épületek egy rakodóvágány, csak nem volt körüljárási lehetőség, meg vonat, ezért találkozás is, mert csak egy rakodóvágány épült, aminek a végén ütközőbak volt, és nem csatlakozott a másik irányban is a lányhoz. Viszont ez arra volt jó, hogy a tolatós tehervonattal félre lehetett oda állni egy kocsival, és akkor be lehetett rakodni. És főleg erre használták még régebben. És itt állampusztánál, meg itt mindig ilyen nagy gazdaság volt, tehát ezt el tudom képzelni, hogy itt építettek egy rakodóvágányt is. Na, szerintem sikerült kitörni a dzsumbújból. Hát ez nem volt semmi menet. És közben itt már az útátjáró után jön állampuszta. Szétnézünk még erre fel. De igen, és ott van a rakodóvágány.
Egyébként arra fele van, azt hiszem egy... Ha jól tudom, akkor arra a gazdaság mögött van egy börtön. Tehát a valami büntetés végrehajtási objektum. És itt előtte ebben a gazdaságban szerintem ott dolgoztatják a rabokat. És egyébként a másik irányba pedig ott van az 51-es főút. És akkor gyakorlatilag megérkeztünk, ez már állampuszta. Ugye itt van egy rakodó, egy rakodóvágány. Egyébként itt volt egy megállóhelynek egy épülete, de ezt már lebontották, már vagy egy 10 éve. Vasútállomások.hu, még van kép a bontásról. Akkor már elég rossz állapotban volt, aztán utána elkezdték szétlopkodni, és utána inkább lebontották. De itt ezen a helyen állt az épület, ez látszik. És gondolom volt valami kiszolgálatítás, hogy legalább egy pad, de valószínűleg ma azt is eltüntették. Pont az előbb el is ment itt egy furgon, amire az volt, hogy büntetés végrehajtás, tehát igen, valóban itt egy börtön van, kicsivel beljebb. És akkor itt vagyunk a rakodó végén. Látok, állampuszta megállóhely. És itt emelne véget ér a rakodóvágány, a másik oldalt is van becsatlakozása. Ezért szerint itt a fővágányba. És akkor a következő megállóhely az Dunatetétlen lesz, egy olyan 3 kilométer múlva. És kezdődik ismét a dzsumbúj. Hát nem tudom mennyi ideig, de remélem, hogy nem sokáig. Azt a mindenit. Ez már konkrétan dzsumbúj. Ahhoz képest, ami eddig volt, hát ez sem. De legalább ez nem szúrós. Úgyhogy most már csak előre, ez legalább nem szúr. Úgyhogy végül is, hogyha ilyen is marad, de... Ez meg vaddisznó szerintem, vaddisznónyom. Vagy Bambi. Lehet, hogy Bambi, de szerintem ez inkább vaddisznó. Aztán mindenit. Hát ha végig ilyen marad, és már nagyjából fél úton vagyok, tehát... Nem örülnék, hogyha Soltig ekkora bozót harcot kéne csinálni. Na, csak emlegetni kellett a szúrósokat, az már is megjelent. Na, így lesz belőlem tűfád, na. És most nagyon mellette se tudok menni, mert nincs földút a közelbe. Hát itt van egy útátjáró, vagy legalábbis volt, de eléggé benőtte már a gaz minden irányból. Hát ezt már a közút se használja. Hát most már némiképp javult a helyzet. Akkor azt nézzétek. Itt már egyre inkább járhatatlan a pálya, tehát hogyha Soltnál valóban kim van a vörös négyzet, akkor azt okkal tették ki. Bár ezek még nem komolyabb pályahibák, de azért elég rendesen takarítani kéne itt az űrszelvényt, hogyha valaki úgy gondolná, hogy itt mégis járjon vonat. Elég rendesen ki kéne itt pucolni. Bár ezek igazából csak fadarabok, tehát ezt egy kiküldött PFC-hez pár nap alatt rendbe tudná tenni, de egy omiotózni is kéne vastagon. De olyan komolyabb pályahibát egyébként nem találtam még eddig, sínhiányok nincsenek. Viszonylag rendben vannak az alfák is, mert már amennyire így látszik, az ágyazattal sincs olyan különösebb baj. De... Csak hát ezek a... Benőtt itt a növényzet az űrszelvénybe több helyen, meg hát ugye a gyomirtózás hiánya az most itt is látszik, ahol most megyek, ahol egyébként most még egész járható a pálya. 396-os szelvényben vagyunk éppen. Tehát ott mondom, hogy 300-as környékén van Solt. Tehát haladok ám előre. Hát is. Az látszik, tehát ennyit tesz az, hogy... Hoppá. Húszik ott valami. Ennyit tesz az, hogy itt még eseti érzéki szolgálás sincsen. Ennyit számít. Na ezt nézzétek.
Megint kimásztam egy hatalmas nagy úsnyásból, és még mindig nincs vége. Óha, hol van itt még a vége? De itt, ameddig az erdei szakaszt tart, addig erre kell felkészülni. De itt már legalább valami minimális út van közte, és ezek legalább nem szúrnak. Úgyhogy haladunk szépen előre, aztán meglátjuk, meddig tart még ez a nagyon nagy bozót törő szakasz. Hát nem semmi, az már biztos. Hát így lehet, hogy egy kicsit később éles voltam, mint terveztem, de megnéztem, most van még busz este is, úgyhogy semmi probléma. Haza tudok jutni. Ott a Bambi. És végre kitisztult a pálya. Így azért sokkal jobb menni. Na, ilyen szok, most van egy nagyobb ív a pályába. Látjátok, arra folytatódik. Eddig egyébként kb. Végegyenes volt. És ott lesz egy útátjáró is, ha jól látom. András keresztes. És dunatetétlen megállóhelynek is itt kell lennie valahol. Szóval mindjárt megnézem pontosan, hogy koordináták alapján, hogy hol lehet. Ó, és ez már egy forgalmasabb út. És itt van maga ez az átjáró, amivel beszéltem. Ez talán az egyik legforgalmasabb, amivel eddig találkoztam. Hát látható, hogy rendes aszfaltozott, ezért vezetősíres. A közúti járműek már jó kifényesítették a sinkoronát. Ahhoz képest, ami ezután jön. És egyébként lehet, hogy ez korábban fénysorompós volt, de erre utaló nyomot, hoppá, vagy lehet, hogy mégis találok valamit. Mi arra utal? Aztán nem egy kiszámláló eszköz. De. De bizony, ez egy kiszámláló eszköz. Na, majd meg kell nézni Pete Gabinak a videóját erről a vonalról is, hogy volt-e itt fénysorompó, vagy nem. De az nagyon úgy néz ki, mint egy kiszámláló. És itt van a szigetelcsín is, tehát valószínűleg. Mondom, akkor itt is egy fénysorompó volt, csak hát ezt is leszerelték. Igazából ennél a két átjárónál tudom csak elképzelni, hogy indokolta a forgalom nagysága azt, hogy fénysorompót tegyenek ide. Na hát igazából ebből is látszik, hogy melyik vonalról mondtak le végleg, ahol elkezdték leszerelgetni a fénysorompókat, az már tényleg azt jelenti, hogy már végleg lemondtak róla. Mert ezeket visszatelepíteni, az jóval többe kerül, mint leszerelni, vagy egyetlen meghagynél, hogy működjön. És jön újra a bozótharc, hát remélhetőleg már nem sokáig. Na, következik egy újabb erdei szakasz, viszont ez az eddigiekhez képest most jól járható. Pont itt vagyunk a 380-as szelvénynél. Hát igen, tehát eddig azért elég szépen benőtte az útra. Innen már legalább nincsen szúrós, és csak derékig nőtt meg, vagy térdig, és akkor innen már legalább jól járható. Na, eddig volt jól járható. Na most ezen hogy lehet átmenni? Ezt nézzétek. Méhek. És elég közel vannak a sinekhez. De szerintem ezt ki fogom kerülni. Na, úgy látom, egy elkapott. Ja. Aha, ott csípett meg. Na, nem baj. Kibírjuk. Nem vagyok rá allergiás, ez már muszkor kiderült. Úgyhogy semmi probléma. Megcsípett, ez van. Meg csak egy csípett meg. Na, aztán vézél. Neki repült a homlokomnak, aztán megijedt, azt puf. Oda csípett egyet, nem baj. Még mindig jó, mint hogyha lódadás lett volna. És megint átjöttünk egy átereszen. És eddig viszonylag egyenes volt a pálya, és jól járható. Itt egy enyhe törés van benne. És keresztezi egy villanyvezeték, de csak középfeszültségű. Egyébként szépen földagadt az a kis pukli, ahol megcsípett a méhecske, de még a fullánk is benne maradt, azt is de kiszedtem. No problem. Lehűtöttem egy kis vízzel, már most már alig fáj. Na igen, itt van ez sem a középfeszültségű vezeték, olyan 20 kV-os, vagy 25. Ó, és mindjárt lemerül a kamera aksia.
de jó. Még jó, hogy elhoztam a töltőt. Látok, szoktak vadászni is. Ott egy punci. Vagyis hát töltényhüvely. Ezt nézzétek, akkor itt az újabb törés a nyomvonalba. Itt most bal felé ugye, van egy enyhe ív. És egyébként pedig a hosszú egyenes. A YouTube meg úgy látom, hogy nálósította magát, pedig ki van kapcsolva az automatikus lejátszás. És akkor itt van egy átevesz. Ez már egy kisebb patakon, folyón vagy valamin. Tehát még max 6 km-es volt. Egyébként haladunk szépen. Aztán most jön még egy kisebb bozót. Tehát előbb-utóbb véget ér majd ez az erdei szakasz. Na ezt nézzétek, ez aztán az igazi dzsumbúj. Viszont itt van mellette egy földút, tehát szerintem a... most egy darabig, ameddig lehet, addig ezen az úton fogok menni. Itt egész messzire megy ez a földút, tehát és itt megy a vágányok mellett, viszont itt jobban lehet haladni. Úgyhogy most egy darabig itt megyek. És itt a következő útátjáró, amit az a földút keresztez, és nézzétek meg, micsoda udva van itt. Egyébként errefele meg. Táj, sehol semmi. És itt folytatódik tovább. Tehát ameddig lehet földúton menni mellette, addig mellette megyek. És egyébként ott valahol a háttérben az előbb már láttam a rádiótornyot is. Tehát már közel van Solt is. Látszán kakas. És közben megérkeztünk még egy útátjáróhoz. Szintén biztosítottan, és valószínűleg az is volt. És az már valahol a 34-es szelvénynél van, tehát még kb. 4 km-es voltig. Úgyhogy szépen haladok tovább a vonal mentén. Közben megérkeztem Solt határába, és nézzétek, hogy itt már betonaljas a felépítmény. TU betonaljak. És innek ugyanúgy 48-asak. És azóta se volt semmilyen pályahiba, meg sinnián se. Itt még annyira az űrszelvény sem lazos, és egész jól járható. És egyébként már közel lehetünk Solthoz, már max. 1-2 kilométer. 315-ös szelvényben a jó levegőről az a trágyadom gondoskodik. És ráadásul pont erre fúj a szél, úgyhogy még erre is hozza a szagot. Jó, büdös van. Itt meg van valami víztározó. És akkor megérkeztem, itt vagyok. Solt állomásnak az előjelzőjénél. Ez egy nagyon maratoni hosszú állomás köz volt. Azt hittem már sose érek ide. Ez a jövök az egyenesbe, és akkor úgy tűnik, mintha távolodna az állomás, de nem közeledne. De most legalább kiderült, hogy itt van végre. Messze. Igen. Ez már Solt állomás. És közben itt vagyok a főjelzőnél. Úgyhogy hamarosan az állomás is meg lesz. Mint látjátok, alakjelző és megálljárásban van. És ha minden igaz, hamarosan találkozok a vörös négyzettel is. Szelvénykövet is mindjárt megnézem, hogy ez hanyas. 300, na mennyi? 304 talán. Ja, nem, 305 innen jobban látszik. És itt egy csonkavágány, ami hirtelen megszakad. Itt el tudom képzelni, hogy ez volt a régi dunaföldvári vonal. És csak később épült kerékpár út a töltéseire, nem volt teljes útvonalon. Viszont hogy arra kellett, hogy tovább menjen, és akkor ott dobnia egy kanyart. Ott arra fel, ahol az a földút megy. És egyébként itt már Solt állomáson vagyunk. Itt ez az András keresztes átjáró is maga tartozik, a másik átjáró pedig már az állomáson túl van. Na, ilyet se láttam még, hogy a váltóra kim van a vörös négyzet. De szerintem mind a kettő vágányra vonatkozik az, hogy járhatatlan fáj a vízkezdete. Mert itt mind a kettő az. És az is látszik, hogy errefele már nagyon járt vonat. Ott viszont vezet be egy iparvágány valahova. Lehet egyébként, hogy az amiatt van kiszolgálás. Továbbra is. Nem tudom, ezt már mindjárt megnézem. És akkor a Dunapataj felőli végén Sornak itt van egy váltókezelő őrhely. A csappantyús, vonóvezetékes, váltóállító, az meg a Siemens Halske Bissell. Hát ennyi maradt belőle, többit jól kibelezték. És akkor volt egy WC, ugye? Ja, vagy ez nem is az. De lehet szerintem ez egy WC volt, ez persze, csak valami tárolóhelyiség. És akkor itt még van egy iparvágány, de mindjárt megnézem, hogy milyen állapotban van. De mondjuk így ránézésre, szerintem nem, ezt nem használják így ránézésre. A sínkorona legalábbis
arra utal, hogy nem. És ezt nézzétek, az übetű is kín van, tehát hogy tűzveszélyes. Tehát ide gőzössel be se lehet menni, de egyébként is csak a gyúlékanyagot és a megfelelő számú védőkocsival lehet betolni. Nem tudom, tehát ez a... Tehát valami olyan üzem lehet itt, ami tűzveszély. Jelent lehet üzemanyagraktár, vagy hasonló. És akkor még mindig soltállomás, és ott az a lakodóplac, tehát szerintem a teherforgalom az innen megy el kamionnal. Azért is állnak a lakodó most is. De nagyon ritkán szokott errefele tehervonat lenni, vagy szerintem idén még nem is volt, vagy nem tudom, hogy idén lett volna. Tavaly biztos volt több is, de szerintem idén még nem volt, de ennek majd utána kell nézzek. Hát akkor sziasztok, akkor most már itt vagyok Zsoltom. Megültem egy kocsmába, meg megiszok egy sört, ameddig nem jön a busz, aztán még vissza. Na, ott az ümi csípés is szépen látszik. Jó, feldagadt, ott van egy pukli, de nem baj. Egészségetekkel, és ennyi volt ez a kis vonalbejárós túra. 20 perc múlva itt a busz, azzal megyek vissza Pestre. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni. Ja, lehet izé küldeni, most már regisztráltam a Patreonra, úgyhogy ott is lehet támogatást küldeni, meg PayPal-en is, hogyha gondolod, akkor egyet során át azt elküldhetem. Én csak fogok neki örülni, és amit sörre adtok, az biztos, hogy arra is fogom költeni. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!